Nézőink, folytatjuk a szakszervezetek témáját, ezúttal Naszai Gábort köszöntöm, az Egységes Közlekedési Szakszervezet vezetőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük akkor azzal, hogy sztrájk volt a Volán busznál. Az LKS-nek a nevét nem olvastam a szervezők között. Nem, valóban. Igen, ez egy érdekes dolog. Én azt gondolom erről, hogy indokolt széles körben jelezni a munkavállalóknak a nehéz helyzetét, hiszen beszéltünk is róla, és mindenki érzi saját bőrén is, hogy elszabadultak az árak, élelmiszerárak, üzemanyagár, ügynök, aki nem tud mondjuk a hatóságjáros üzemanyaggal élni, borzalmas drágaság van, főleg a gázolaj esetében. Rezsi, aki túllépi a hatóságjárat, megint csak borzasztó nehéz helyzetbe kerül. És mindez indokoltá teszi, hogy a munkavállalót mondjuk megbecsüljék, megfizessék, hiszen itt van egy érdekes helyzet. Vannak a nehéz helyzetbe kerülő intézmények, vállalatok, és azt mondják, hogy hát igen, de nő a világpiaci ár. Mondjuk más kérdés, hogy most éppen csökken a gázár, ezt szóval nem érzékeljük, és hát nem jut pénz. Igen ám, csak hogy mit is jelent az, hogyha valaki munkavállaló, neki is úgymond ára van, nagyon csúnya megfogalmazás, de a munkavállaló eladja a munka erejét, fizikai, szellemi erejét, az idejét, és hát ezt is meg kell fizetni. És valahogy mindig ez az, amire nem jut, tehát minden egyébre jut, vagy adott esetben nem jut, mert ugye a munkavállalók arra hivatkoznak, vagy a munkáltatók arra hivatkoznak, hogy hát csődbe megy a cég. Közben olyan borzalmas mértékű a létszám hiány, akár a Volán busznál is, de általánosságban a járvezetés terén, vagy a fizikai dolgozók terén, de akár a szellemi munkaerő terén is, és valahogy nem tudják azt felfogni, hogy ez ennek köszönhető, hogy nincs megfizetve maga a termék, mondom, nagyon csúnyán fogalmazva. Világos. Az egy termék, amit előállít, illetve aki előállítja ezt a terméket. És érezhető, hogy nagy az elégedetlenség a teljes lakosság körében, de hát a 4,6 millió munkavállaló terén is, legalábbis a többség részéről. És ugye a kérdés arról szólt, hogy a szervezők között nem volt ott az LKS, hát azért az egy nehéz dolog, egy sztrájk, ugye erről is szoktunk beszélgetni, hogy a sztrájk az mindig egy végső eszköz. Igen. És persze nagyon nehéz helyzetbe is kerülnek a többi szakszervezetek, azért tegyük tisztába a dolgot, hogy formálisan például Volán busznál 26 szakszervezet van. Opa, és most egy. Hát egy. És a Facebookon és hasonló oldalakon értesültünk erről az eseményről, ahol sem a szervezésben ez az egy szakszervezet nem vont be másokat. Ugye azért azt különbözteti meg a többi szakszervezettől, hogy két reprezentatív szervezet van a Volán busznál, köszönhetően a közelmúltban lezajlott egyesítésnek, és meghatározó szervezetek, akik a regionális társaságoknál voltak reprezentatívok. Ugye a jogszabály, csak hogyha nézők is értsék, a jogszabály különleges helyzetbe hozza a reprezentatív szervezeteket, több jogosultsággal bírnak, nagyobb tárgyalási lehetőséggel. Ezek a szervezetek is elveszítették az erejüket, hiszen ebben a hatalmas 18 ezer fős létszámban nem tudják a reprezentativitást teljesíteni, mert azt jelenti, hogy a dolgozók 10%-át legalábbis a sorai között tudják. És jelen pillanatban kettő van, a Volán busznál, amelyik ezt tudja, és én úgy érzem, hogy egy kicsit ez a két szervezet küzd egymással, és munkáltató előnyben részesíti a másik szakszervezetet, úgyhogy egy kicsit talán erről is szól, hogy ez a szervezet ez saját magát akarja pozícióhozni, teljes joggal igaza van.
De én sokkal jobban örültem volna annak, hogyha először egyeztetünk, és közösen lépünk föl. Annál is inkább, mert az egyik követelésük az egy olyan kerekasztal létrehozása, amiben nem csak a kollektív szerződést aláíró másik szakszervezet szerepel, hanem a többi is. Hát ez nekünk is célunk, és megint csak érdekesség, hogy pont tegnap volt egy olyan negyedéves fórum, ahol egyébként minden szakszervezet meg volt hívva. A probléma, hogy ez egy ilyen negyedévenként, ez olyan tájékoztató fórum, és nem ügydöntő, nem egy olyan, ahol a döntés előkészítésben részt lehet venni ezeknek a munkavállalói képviseleteknek, mondom, ahol mind a tapasztalat, mind a helyi tudás is szerepet játszik, de akár az országos kérésekben is, hiszen jó magam is tettem fel olyan kéréseket a munkáltatónak, amelyik országos érvényességű, az összes dolgozót érinti, vagy érintheti. És az is probléma, hogy ez a szakszervezet, amelyik most sztrájkolt, ez nem jön el ezekre a fórumokra. Közben azt mondja, hogy a munkáltató nem áll vele szóba. Tehát megismétlem, fontos dolog. Értem. Kell, hogy megmutassák a munkavállalók, hogy ennél ők többet érdemelnek, de sokkal szélesebb körben, és nem csupán vállalaton belül sokkal szélesebb körben, hanem országosan sokkal szélesebb körben, hiszen emlékeim szerint, nem volt olyan nagyon régen, elég jó a memóriám, tehát az idei évre meg végképp visszaemlékszem, én úgy emlékszem, hogy április előtt nem ezeket az ígéreteket fogalmazta meg a kormányzat, amikkel most szembesülnünk kell. Bár ugye azt halljuk, hogy háború miatt alakult ki ez a helyzet. Ez érdekes, mert például az energiahordozók ára, jól emlékszem, mert tavaly novemberben be lett korlátozva az üzemanyagár, a háború meg, ha jól emlékszem, februárban kezdődött, február 24, igen. Egyrészt, másrészt, ha jól hallgatom a híreket, mert ugye nagyon nehéz valós adatokhoz jutni, hogyha például gázárakról van szó, de jól hallgatom, már a háború előtti árakon van most a világpiacon a gáz értékesítés, akkor most a háború határozza meg az árat, vagy adott esetben mégsem? Hogy állnak a tárgyalások? Ugye lesznek-e valamikor tárgyalások arról? Mert ugye erős lett, hogy már igen, munkáltatók, munkavállalók, de nem... Igen, ezt igen, lesznek valóban, ugye ezek több szinten zajlanak, de ennek a szakszervezetnek az egyik követelése, amivel abszolút, és meg is fogalmaztam tegnap, hogy ez a jövő évi 5%-os bérfejlesztés, ez nem komoly dolog, hiszen amikor más kérdés, hogy amikor aláírásra került az 3 éves megállapodás, hogy ami a csúfos 21-es 0%-ot tartalmazta, mint béremelés, az idei évre 10, a következőre 5%-ot a MÁV Volán csoportnál, már akkor sem egészen értettem, még az idei évre 10%-át sem értettem, az 5-öt meg végképp nem, hiszen ugye tudni kell, hogy idén például a BKV-nál egy éven belül végre lett hajtva az a 15%, amit ez tartalmaz, egy kis eltéréssel, mert itt ugye a kamatos kamat miatt egy kicsit több, mint 15%, ha 10-re emelünk 5-öt, mint hogyha a 15-et emeljük, de azt tudni kell, hogy az évre pont azért, mert milyen eredményt értünk el, ott is magasabb lett a bérfejlesztés. Tehát a 10%-en felül még a járulék csökkentést is odaadták bérfejlesztésben a Volánbusznál. Mindig nehéz egy olyan évre követelést benyújtani, ahol érvényes bérmegállapodás van. Én ezt tekintem ennek, az idejévet, nem a 3 éves megállapodást, mert egy 3 éves megállapodást jelen helyzetben, amikor ilyen szinten változtak meg a gazdasági körülmények, akár a foglalkoztatásiak is, hiszen mondom, a létszámhiány azért mindig kell, hogy egy figyelmeztetés legyen a foglalkoztató felé, akkor ezt újra kell gondolni. Ugye az a baj, hogy ott a szakszervezet vezetője azt mondja, hogy erről nem tárgyal a munkáltató. Nem tudjuk, tehát az a probléma, hogy így nagyon nehéz, hogyha mi nem vagyunk bevonva, hogy ő neki mit válaszoltak. De valóban ez tartodatlan, és ezt el is mondom tegnap, hogy még ha az idei most majd ezzel le fog menni valahogy,
De ugye jövő évet újra kell tárgyalni, az egészen biztos. Nálunk a mi budapesti többéves megállapodásunkban ugye a minimálbérhez és a bérminimumhoz van kötve, tehát várhatóan ez a lényegesen magasabb emelés lesz, és én még mindig azt gondolom, hogy ez a megállapodás, ez egy jó megállapodás volt. Annál is inkább, mert látva az önkormányzatok helyzetét, ezek között a fővárosét is, ez a megállapodás azért kötelezi arra, hogy jövőre ebben számoljon, mint kiadással a költségvetésben, hogy ekkora mértékű bérfejlesztést kell végrehajtani, míg hogyha ez nem lenne, akkor könnyen előállhatna az a helyzet, hogy a gazdasági körülményekre és a finanszírozási hiányosságokra hivatkozva mondjuk lényegesen alacsonyabb bérfejlesztésről tudjunk tárgyalni. Október 23-án a nagy tömeghez szólt, hogy a tüntetésen mennyire lehet most szolidaritásról beszélni? És hogy ezt mennyire lehet fenntartani? Azt hiszem, ez egy... Köszönöm a kérdést, ugye ez az október 23-ai tüntetés, ez három részből állt, a felszólalók három részre voltak osztva, és ugye első körben az emlékről, a forradalom emlékéről, második részben az érintettek, a diákok remek felszólalásai voltak, és a harmadik rész pontosan erről szólt, a szolidaritásról, a szakszervezeti vezetők hozzászólása. És erre próbáltuk valahogy, én azt gondolom, egyrészt nem érzik a szükségességét az emberek a szolidaritásnak, másrészt nem értik a szükségességét a szolidaritásnak. Mert mindenki azt gondolja, hogy ha most odaállunk a pedagógusok mellé, akkor majd az ő céljaikat segítjük, és nekem is rossz, neki miért legyen jobb alapon gondolkoznak, és azt nem értik egész pontosan, hogy attól lesz jó, hogyha együtt mozdulunk, és most ott segít be az összes többi, aztán itt, tehát ha én azt akarom, hogy nekem, mint munkavállalónak jó legyen, akkor nekem kell az ő törekvéseit támogatni, ő is fogja az enyémet, és együtt erősebbek vagyunk, tehát önmagától is gerjesztődik ez a folyamat, és önmagától is erősödik a követelés más ágazatokra, más területekre nézve is. A szolidaritásnak az a lényege, persze van egy olyan mondani való is a szolidaritásnak, hogy segítsük a gyengébbeket, az elmaradottakat, de az alapértelme az összefogás, ami ezt a hatalmas nagy tömeget viszi előre, hogy most mindenki bajban van, tehát a többség nagyon keményen érzi az iszonyatos áremelkedéseket, mondom, szerencsétlen esetben még ezt a rezsiemelkedés is, ami döbbenetes tud lenni, az első többlet fogyasztott köbmétertől vagy kilovattórától, ugye többszörösére nőnek az árak, és innentől többszörösére nő a rezsi díja, tehát ez egy borzasztó helyzet, tehát igazából most ez is felerősíti a szolidaritás iránti igényt vagy szükséget, hogy most mindenki bajban van. És én úgy látom, hogy a kormánynak van ebben dolga. Mi több szakszervezet, ugye Nagy Erzsi is benne van ebben az akciószövetségben, aki itt pedagógusi részéről itt van, megfogalmaztunk mi is egy ilyen elvárást a kormány felé, hogy július 1-től 20%-kal emelje meg azt az összeget, egyrészt amit az ő alá tartozó dolgozóknak bérfejlesztésre fordít, illetve az önkormányzatok és az egyéb ágazatok számára ezt a finanszírozás többletet biztosítsa, hogy ők meg tudják lépni. Ez azért fontos, mert ez pontosan akkora mértékű, amit a Volánnál is követeltek a sztrájkolók. Ugye, hogyha júliustól 20%, akkor az éves szinten 10%-os emelést jelent, és az látható, hogy amikor mi megállapodtunk a bértárgyalásokon, ahhoz képest nagyjából még talán többel is emelkedett az infláció, mint ez az ominózus 10%. Wow. Ez a növekedés, ugye? Tehát világos. Van kormányzati hajlandóság, vagy szolidaritás? Nem tapasztalom. Tehát addig, ameddig nekünk a fővárossal van egyfajta munkakapcsolatunk, és szóba áll velünk a tulajdonos, bár mondom, nekünk alapvetően ugye munkáltatóval van jogviszonyunk és kapcsolatunk,
addig én nem látom. Hát ugye a pedagógusoknál azért hadd menjek vissza egy picit az időben, mert 2016-ban ott voltunk Miskolcon, amikor elindultak ezek a mozgolódások, aztán azóta folyamatosan együtt mozgunk. Tavasszal a Kossuth téren is ott volt nagyjából ez a kör, aki tegnap felszólalt, most itt is itt voltunk, és én nem látom, hogy bármi ígérgetéseken kívül, hogy majd ekkor meg akkor ennyi meg annyi lesz, de most van baj, és nem most kezdődött a baj, régóta baj van, és nem csak a bérekkel van baj. És én azt mondtam el a fiataloknak, akik fantasztikusak voltak, és megtiszteltetés, és szólaltam hozzájuk, hogy nekünk is azt mondta, nekem azt mondta már én az osztályfőnökön, még az általános iskola harmadik, negyedik osztályában, hogy hát nekik rossz volt, és nekünk azért lesz jó, és azért dolgoznak. Aztán én is ezt gondoltam, amikor láttam, hogy ez nem jött be, hogy majd akkor az én gyerekeim generációjának. És én ezt mondtam, hogy ezt nem lehet várni, tehát ne várjuk az elődöktől, ne várjuk, ezt nekünk kell megoldani, ezért is szükséges a szolidaritás, mert ez nem fog anélkül megoldódni, hogy ne vegyük a kezünkbe a saját sorsunk irányítását, és hogy akik most elkezdik az életüket, azok olyannal szembesülnek, hogy már az oktatásból hiányoznak. Tehát nincs, aki elindítsa őket az útjukon. Fantasztikus ez a kiállás, amit azért nem az a jellemző, hogy a diákok, igen, ugye a pedagógusokért tűzbe mennek, hanem hát örül, jaj, de jó, beteg, elmarad az óra, jaj, itt ez egy fantasztikus dolog. Igen, és hát minden elismerésem. Abszolút, tehát csodálatos dolog, hogy ilyen határozottan lépnek föl, és érzik azt, amit mi is próbáltunk, ugye, mint szolidaritás elmondani, hogy az ő sorsa, az, hogy legyen tanár, az befolyásolja az én egész életemet. Nem a holnapot, meg a holnap után, hanem az egészet, sőt, ugye visszatérve, amit az én osztályfőnököm mondott, itt generációkra előre kéne gondolkozni, nem egyik évről másikra, meg ilyen ködös ígéretekkel ámítani a népeket. Hú, ez jó volt ez a hajpár gondolat. Szerintem legközelebb a BKV-ről fogunk beszélgetni. Úgyhogy az is egy fontos téma. Köszönöm szépen. Nekünk mindenképpen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, híradó jön. Ne kapcsoljanak el. Fontos híreket nézhetnek, és utána várom őket vissza. Addig is a legjobbakat.